Ürményházát egykor kőolajmezők övezték, jelenleg a mezőgazdaságon kívül kevés munkalehetőség van. A helyi termőföldek bánáti viszonylatban a jobbak közé sorolhatók. Móricz Róbert 70 hektáron gazdálkodik, most pályázott először a Prosperitáti Alapítványnál. Egy szántóföldi kultivátort pályáztunk meg, ami a következőkben elő fogja segíteni a jobb a talajszerkezetét és a talajminőségét is lehet avval javítani, mert mivel a szántóföldi kultivátor az növényi maradványokat aprít össze, és ilyen mulcs képződmények maradnak a talajban, ami megvigyázza a nedvességet. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Molnár Viktor a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap igazgatóhelyettese, és Németh Márton a Prosperitáti Alapítvány pancsovai irodájának a munkatársa ismertették a pályázati lehetőségeket. A tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap az idén 11 pályázati felhívást hirdetett meg. Ami más az előző évekhez képest, hogy egy-egy regisztrált gazdaság 20 000-ről 40 000 euróra növekedett a hitelfelvevési lehetőség. Ugyanakkor 2%-ról 1,5%-ra lecsökkent az éves kamatláb. Juhász Attila államtitkár hangsúlyozta, hogy fontos a jó együttműködés a tartományi mezőgazdasági titkárság és a mezőgazdasági minisztérium között, ami a gazdák érdekeit szolgálja. Napi szinten megy az egyeztetés, és volt ez abban az időszakban is, amikor a költségvetések lettek tervezve. Így a 2016-os év végétől erre nagyon sok olyan közös egyeztetésünk volt a mezőgazdasági titkársággal, és ennek eredményei a minőségében és jó minőségleg és mennyiségleg is jó pályázati lehetőségek. A Prosperitáti Alapítvány harmadik pályázati körében mind a 25 ürményházi pályázó támogatást nyert.